Sziasztok! Zsíros deszka vagyok. Oh, ez a jópofi kis sisak egyébként, vagy kalap, vagy szalmakalap, vagy mit tudom én. Ezt egyébként hozzá kellett, hogy iszonyatosan kényelmetlen, úgyhogy csak most le fogom verni. Csak a jópofiság kedvéért vettem fel. Meg is mutatom, ha akarjátok, még mielőtt belekezdünk itt a kézjelzésekbe. Gang sign. Tehát, van benne egy ilyen kis kosárszerű, ami fémből készült, és tehát ide ez helyezkedik rá így a fejformára, ami iszonyatosan kényelmetlen. De csak mivel, hogy az egyik ilyen barkács üzletben volt nyáron, 200 ilyenért kitéve, gondoltam veszek egyet a jópofiságért, azóta is, csak úgy felakasztva tartom a garázsban. Ezt majd kivágom belőle. Nem, dehogy vágom ki, jól leesett. Na tehát akkor kezdjünk is hozzá. Különböző kézjelzések vannak itt is ugye Japánban, mint mindenhol. Ezt ugye általában használják az emberek, annak ellenére, hogy szavakkal is ugyanezeket el lehetne mondani. Vannak esetek, amikor nem. Amikor az ember nem akar beszélni például, csak így kézzel bemutatni valamit. Ezen fogunk keresztül menni. Nagyjából ami eszembe jut, biztos, hogy van még ennél sokkal több, de most majd ami eszembe jut. Kezdjük akkor azokkal, amiket így általában szavakkal nem lehet, tehát például ülsz az autóban és a melletted lévő kocsi pont így félrenézel és ezt mutogatja neked ezerrel, akkor az annyit jelent, hogy valahol így a környékeden vagy hátad mögött, vagy valahol rendőr van, tehát hogy vigyázz arra, hogy mennyivel nyomatod az autót. Hú, amikor ez például már 200-nál mutogatja neked a melletted lévő, akkor már úgyis késő. De például, ha egy picit túllépted a sebességet, és oldalra nézel, valaki ezt mutogatja, akkor jobb, ha belenézel a visszapillantóba, és hogyha ott látod a rendőr bácsit, akkor visszacsippantasz a sebességből, és már is jól vagy. Tehát rendőr. Eztán, amit nagyon-nagyon mindenki szeret téma, a Yakuza. Ezt hogy kell mutatni? Na most Yakuzáról beszélni, így én most így videóban ez így oké, nem mondok róluk semmit, tehát így semmi olyan nincs, amiért levághatnák a fejemet. De egyébként úgy önmagában, hogyha emberek a környezetedben vannak, tehát egy társaságban, vagy mit tudom én, valami... El akarod azt mondani, hogy tegnap képzeld el, megálltam kocsival, és odajött hozzám egy fickó, és ezt így mutatják. Tehát ez, ha ezt mutatod, akkor Yakuzáról van szó, ezt mindenki tudja. Tehát odajött hozzám a fickó, és le akart szedni, ez pedig pénzt jelent. Tehát így már szavak nélkül is nagyjából el lehet mondani, hogy miről van szó. Tehát ez, ha ezt mutatod, akkor az Yakuzát jelent, hogy Yakuzáról beszélsz. Ez pedig azt jelenti, hogy pénz. Magyarországon ez így tutti franco haver, tehát viszont itt Japánban így megfordítva, tehát nem így, hanem megfordítva. Gondolom, hogy ez az érme, tehát ezért mutatnak kereket, ez pénzt jelent. Na most, hogyha arról beszélsz, hogy nagyon-nagyon dől a pénz, akkor ezt viszont így mutatják, tehát akkor nagyon-nagyon dől alé. Tehát pakolod magadba a tömegesen a papírost, ezt annyit jelent. Tehát akkor aztán ezen kívül mi van? Igen. Ha ezt látod, akkor az annyit jelent, hogy nem, ne tegyed. Valamilyen oknál fogva valaki ezt mutatja neked, akkor az annyit jelent, hogy nem. Na most ez különböző variációknál lehet így is, és lehet így is. Na most ennek két jelentése van. Van, amikor így is így mutatják, hogy nem, de hogyha ezt egy étteremben mutatod, akkor az annyit jelent, hogy hozd a számlát. Tehát felrakod a kezed a pincérnek, elindul feléd, nem kell, hogy megvárd azt, hogy oda jöjjön, és azt mondod neki, hogy fizetni szeretnék, hanem felrakod a kezed, meglát, ezt mutatva már is visszafordul, és nem fog oda jönni hozzád, hanem hozza majd a csekket. Tehát általában így nagyba, ha mutatják, akkor az annyit jelent, hogy nem. Ha étteremben vagy, és így piciben, tehát felül. Tehát nem így, hanem fent. Tehát a fejed felett, majd így le kell guggolnom hozzá, akkor ez annyit jelent, hogy hozd a számlát. Na most ezt általában, nem tudom,
Van, amikor például vannak olyan esetek, amikor az ember ugye nem akar csak úgy beszélni, vagy nem tud. Például kocsiban ülsz, behajtasz egy egyirányú utcába, jön veled szembe a kocsi, és akkor tudni fogod, hogy valami nem stimmel. Vagy például, nem tudom, mész az utcán, cigizgetsz, mert nem vagy tisztában a japán törvényekkel, hogy itt az utcán nem lehet cigizni, tehát ez már nem munkóság, hanem törvénybe ütkező, tehát itt Japánban majdnem, hogy mindenhol a dohányzás az tiltott, ezt jó tudni egyébként, tehát mert Magyarországon még, de hát ez már illem kérdése. Ugye emberek társaságában, aki nem dohányzik, nem akarja szagolni a cigiszagot. Én is egyébként dohányzom, még videókban sem szeretem mutogatni, mert nem szeretném, hogy egy olyan példa legyen például, hogy ez jó vagy vagány, mert egyáltalán nem. Tehát ezzel azért tisztában kell lenni, hogy itt országszerte majdnem, hogy mindenhol tilos a dohányzás. Erre kijelölt helyek vannak egyébként az utcákon is, tehát ez nem úgy néz ki, hogy akkor most dohányos ember nem fog itt dohányozni, hanem kijelölt helyek vannak rá, és ott azt betartva mindenki szépen így ott cigizgeti magát, és tovább megy. Tehát így emberek között aztán meg hát egyébként is nem kijelölt helyen cigizni, az egy iszonyatosan nagy tahóság. Ennek ellenére, ha ténylegesen rendőr meglátja, akkor valószínű, hogy oda fog jönni és kiállít egy csekket. Tehát ezt ha valaki csak úgy sétál az utcán és nagyon lazán nyomatja, és valaki ezt mutatja így, akkor az annyit jelent, hogy nem kéne ecsém. Nos, menjünk tovább, tehát ez fizetés. Kisúly. Ha bemutatod a kisújjal, akkor lányról beszélsz. Ez nagyon jó, nem? Lány. Ha a nagy ujjad mutatod, akkor vagy a hüvelykújjad, vagy ezt hüvelykújnak hívják? Azt hiszem, hogy igen. Tehát ha ezt az ujjad mutatod, ez Magyarországon ugye okét jelent, hogy jaj, de tuti, itt viszont fiút jelent. Ez nekem vicces volt, hogy mi? Ez, tehát lány, fiú. Tehát hogyha beszélsz valakivel, és tegnap találkoztam valami iszonyatosan jóval, akkor ez egy jó lányjal találkoztál. Nos, a kiéhezett kanos szituációkról pedig így ez a jel. Ezt valószínű, hogy azt mondják, hogy azért, mert aki nagyon-nagyon kanos, annak így meg van nyúlva itt az első szájrésze, hogy úgy mondjam. Ebben sem vagyok biztos, hogy ezért, de azt hiszem, hogy ezért. Tehát ha ezt mutatod valakinek, tegnap voltunk bulizni, ott voltak valami iszonyatosan jók és hóhaver, akkor már így nagyjából, de viszont oda jött egy srác és semmit nem tudtam tenni. Tehát így lehet vágni, hogy miről beszélek, nagyjából. Aztán ezen kívül, ez nem kettőt jelent, ez szerintem Magyarországon is, meg szerintem az egész világon el van terjedve már, hogy béke, ugye, peace. Ez is, én szerintem ebben nem vagyok totálisan biztos, de szerintem ez is Japánból származó jel. Éppen ezért így a japán lányokról, hogyha láttok képeket, akkor 80%-ban így néz ki. Tehát itt ez egy ilyen nagyon-nagyon bevett dolog általában a fényképeken. Peace! Igen, ezen felül étel, étkezésről, tehát mivel hogy itt nem kanál van, ezt így nagyjából ugyanúgy, tehát ezt is szerintem megértik, de ezt így két ujjal szokták mutatni, mivel hogy evőpálcika van itt ugye, tehát így szörcsölni alá ment, ugye. És szerintem nagyjából amiket így érdemes tudni, azon végigmentem, biztos van még valami, amit kihagytam, nem írtam, le kellett volna írnom, semmit nem szoktam leírni, ami jön, az jön, ami megy, az megy. De szerintem, várjatok, adjatok 30 másodperc, szétgondolkozom magam, hogy van-e még valami. Nincs. Nincs több. Ennyi volt. Vége. Schluss. Passz. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. És ha van valami kérdésetek, vagy észrevételetek, vagy ilyenek, akkor írjátok meg a kommentekben. Ja, zsíros deszka voltam. Aves, Chaves.